Sziasztok! Jó reggelt! Reggel, 10-kor, Diana, jó reggelt neked! Meg is nézem, hogy élő-e. Hello, sziasztok! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Na, hát ma ugye a tegnap, aki most a YouTube-ról nézi, nekik mondom, hogy tegnap bejelentkeztem, és elmondtam, hogy ugye el lett halasztva, remélem jól hallottok majd, ha valaki van, akkor jelezzetek. Ugye eltoltam egy héttel az elengedés reggeleket, és ma inkább elmesélem ezt a történetet, hogy Olaszországba indultam, Franciába ragadtam, majd eljutottam Olaszba, most majd megint Franciaországba vagyok, mert hogy akkora ilyen felismerések történtek közben, meg ilyen nagyon izgi dolgok, hogy így úgy voltam, hogy amíg még itt vagyok ebben a vibe-ban, inkább ezt szeretném most elmesélni, és akkor az elengedésekkel meghaladni külön, illetve jövő héttől. Úgyhogy most erről a Dolce Vitáról. Ezt már le kellett jegyzetelnem nekem is, gyerekek. Ugye múltkor a mire vársz még be elmondtam, hogy én is szoktam amúgy így még jegyzeteket, hogy tudjam, hogy mire akarok beszélni, csinálni. Hát most sok minden jött, és remélem, hogy ez értéket fog képviselni számotokra is. Ha meg akarom még jelölni, azért várok, hogy várok, hogy megvan, hogy így mindenki kapjon értesítést, mert azáltal, hogy nem élőt indítok, hanem ugye StreamYard-on vagyok, így van, hogy nem látják ugye az emberek, mert nem jut el annyira. Na, no de, akkor lássunk is hozzá. Szóval ugye bejelentkeztem múlt hét hétfőn, azt már mind a két platformon láthattátok, hogy a tengerpartról, hogy milyen izgalmas volt a kalandom, hogy nem jutottam el Olaszországba, és ez tök érdekes így visszafele nézve, így oldalról, tehát így hátulról nézve, bocsánat, hogy velem még nem igazán volt olyan, főleg nem Európán belül, hogy megérkezek egy helyre, és elönt egy ilyen pánikszerű, hogy nem jutok tovább a másik országba, és elönt egy ilyen pánik a reptéren. És akkor erre csináltam elengedéseket, ezt már elmeséltem abban az első részben igazából, szóval nem akarom ismételni feltétlenül önmagamat. Nézzétek meg, felkerült a Dolce Vita, hát a minősége olyan, amilyen, de abban elmeséltem, és hogy végül rám írt ugye René, aki itt lakik Nizzában, és nem ismerjük egymást, hogy lett szállásom, és akkor annak a kalandos történetét elmeséltem már a Dolce Vita első részében. Úgyhogy most onnan folytatnám, hogy végül ugye eljutottam Olaszországba San Remo-ba a barátnőmhöz, vagy legalábbis akkor még azt gondoltam, hogy a barátnőm. És ezt előjáróba szeretném mondani, hogy még ezek még nagyon frissek, de így is szeretném veletek megosztani, mert régen mindig azt csináltam, és erről szeretnék leszokni, hogy történt velem valami nagyon friss dolog, és akkor azon kotlottam, és eltűntem, így ghostingoltam a csoportokból, azért, hogy fel tudjam dolgozni, és már diplomatikusabban tudjam előadni, illetve nyilván nem kiventilálni rátok az ítéletemet, vagy a haragomat, hanem hogy a megélt tapasztalás, és abból levont, ilyen, hogy szokták ezt mondani, megélt tapasztalás, és az abból megért tanulságot tudjam továbbítani, ne pedig ide ventilálják, hogy hú, mekkora rohadék ez, meg az, meg a maz. És szóval, ha véletlenül úgy fogalmazok, hogy valaki ezt magára veszi, vagy úgy érzi, hogy róla van szó, sziasztok, vagy úgy érzi, hogy itt érkezek, akkor csak kezelje úgy, hogy érdekes nézőpont, mert ez nem az abszolútum, ezek az én megéléseim. Nyilván, ha mindenki itt lenne, aki a szereplője ennek, akkor úgy sokkal diplomatikusabb lenne, meg tudnánk beszélni, vagy ő is el tudná mondani, tudna védekezni, vagy el tudná mondani a véleményét, de azért azt is tudom, hogy én meg egy nagyon-nagyon tisztességes ember vagyok, nagyon őszinte, szerintem tisztán és őszintén kommunikálok, szóval, hogy valószínűleg nem mennek félre amúgy azok az állítások, amiket így fogok mondani,
de minden esetre, ha valamit véletlenül ítélkezésnek hallotok, akkor csak kezeljétek érdekes sztoriként. Na szóval, eljutottam Olaszországba, és ott még az első pár nap ilyen, hát jól telt, de a barátnőm, aki elhívott végül magához, ő folyamatosan éreztette velem, hogy mekkora szívességet tesz, hogy én egy kurva púp vagyok a hátán, folyamatosan gázlángozott, tehát ilyeneket csinált, hogy nem szólt, hogy mit vár el, de lebaszolt utána. Tehát ez a elkezdtem azt érezni, hogy összehúzom magam, és ciki az, aki én vagyok, nem lehetek önmagam, mert az számára kellemetlen, hogy mutogat, mikor az olaszok ilyenek, tehát, hogy mindenki mutogat, beszél hangosan, nevetgél, rákérdez, ilyenek, de hogy mindenben éreztette, hogy ándor, ez volt a feje, és hát már így elkezdtem én nagyon rosszul érezni magam, és szombaton tetőzött ez akkorára, hogy konkrétan egy ilyen síróroham tört rám, és összepakoltam a cuccaim, hogy én szombat este nem tudom, hogy hova, ráadásul nekem van pénzem, félre vannak téve, le vannak zárva, hétvégén nem tudok abból utalni magamnak, szóval így volt, nem tudom, 10 000 forint szerintem a Revoluton, és hogy akkor én most akkor inkább lent alszok a tengerparton, vagy Isten tudja hol, de hogy én ezt nem fogom elviselni tovább, és hogy én lelépek, mert én ezt nem bírom, ezt az ilyen geciskedéseket, meg az ilyen kimondatlan fasságot, és ebből az egészből az lett, akkor még ott maradtam, és egy tök jó teremtésnek lettem így a része, amit én csináltam, illetve vagy így kértem és megadatott, majd elmesélem azt is, de hogy azt szeretném valahogy az egész mondani valamnak, amit ma itt szeretnék nektek átadni, ez minden az ellenkezője annak, aminek látszik, és semmi nem az ellenkezője annak, aminek látszik, és ennek így a megtapasztalása, hogy ez hogy néz ki amúgy szerintem, amikor így a világban történik ez veled. Hát úgy kezdődött ugye a fáma, és ezekre szeretném nektek így átadni azt, hogy mire figyeljetek, vagy hogy milyen éberségeitek van, hogy milyen érdekes, hogy kurvan keservesen jutottam el Olaszországba, és vajon miért? De amikor most jöttem Franciaországba, mint a kés a bajba, úgy tudtam így átjutni, így minden ilyen tökéletesen alakult, tök könnyedén ment, könnyedén elértem a járatokat, minden. Szóval kint, amikor kint voltam, akkor ugye nyilván kezdeményeztem azt, hogy most mi a franc baja van a Áginak velem, vagy mi az Isten baja van, mi történik vele, mi a sztori, és akkor ugye kiderült, hogy ő csak megsajnált engem, mert hogy ez az 5 hetes török kalandom az ugye kútba ugrott, és hogy hát azt akarta, hogy legyen nyaralásom. Tehát maga a szándék az tök jó volt. Még én az utolsó pillanatban is megkérdeztem, hogy biztos menjek, biztos vegyek jegyet? Persze, persze, gyere! És hogy mennyire nem tisztelte ő a saját határait, és mennyire nem vette figyelembe azt, hogy neki mire van szüksége, és ennek lettem igazából én úgymond az áldozata, meg hát valamilyen szinten ő is a saját áldozata lett, de hogy mennyire érdekesek ezek a dolgok, és mennyire hajlandónak kell lenni elveszíteni embereket, akikkel nem egy a vibe-unk. Hiába a több éves barátság, vagy az, hogy jól kijövünk, meg vannak közös kalandjaink, közös emlékeink, stb. Egyszerűen valamikor ez nem működik tovább. Én nem mondtam volna azt, hogy ez örökre nem fog működni, tehát én nem vagyok az a típus, nagyon ritkán tiltok le embereket, nagyon ritkán fordul az elő, hogy valakit végképp elássok, és akkor úgy vagyok bele, hogy hát ember, ez esélytelen, hogy fejlődjön és változzon, mert állandóan évek óta ugyanazt a szöveget nyomja, ugyanazt a gázlángozást, stb., de előfordul. Minden esetre, általában főleg amióta az Access-szel foglalkozom, úgy vagyok vele, hogy abban az adott percben, vagy abban az adott jelenetben, vagy abban az adott helyzetben mindenki reagálhat, ahogy reagál, mindenkiből kijön valami, de én nem feltétlenül az alapján ítélem meg az embert, hogy akkor ő örökre ilyen rohadék, vagy valami. Szóval, ami az érdekessége volt, hogy ugye kihívott, majd utána közölte, hogy igazából neki ez terhes, mert hogy előtte olyan emberek voltak nála, szintén az ő barátai, akik meglopták, meg átverték, meg belekényszerítették ebbe, abba, meg blablabla, bla, bla, és akkor ezek után még kihív engem, és rajtam csapódott az egész megélése, meg minden, plusz az, hogy valójában számára szükség lett volna most egy kis pihenőre, hogy nem egymás után jönnek hozzá a barátai, hanem hogy,
relaxál, és hogy tere van, és hogy egyedül van. De ezt nem tartotta tiszteletben, mert hát ugye akkor ő önző lenne, és hát önzőnek lenni nem szabad. Ez is milyen érdekes, csak akarom nektek mondani, hogy az, hogyha te tartod a határaidat, az, hogyha te magadat tiszteletben tartod, a másikat is tiszteletben tartod, az, hogyha te magadat tiszteled, és nem teszel magad ellen, nem cselekszel olyat, ami neked nem jó most, az nem önzőség, bassza meg. Hát ki az önző? Az, aki megmondja, hogy figyelj, Dia, igen, most ez kukába ment ez a török, én tök szívesen várnálak itt, de most tele van a hócipőm, faszom ki van az emberekkel, ne haragudj, de most szükségem van arra, hogy egyedül legyek. Én ezt megértem, sőt, én meg se kérdeztem tőle, hogy jöhetek-e hozzá, ő ajánlotta fel. És akkor utána az, hogy ha már kihívok valakit, és ott van, és úgymond nálam lakik, én ajánlottam fel, és elkezdem basztatni, szerintem az az ember az önző, és az a paraszt, nem pedig az, aki megmondja, hogy bocs, de most nekem nem alkalmas az időpont, majd egyszer gyere jövőre, vagy akármikor. Ráadásul tényleg ő ajánlotta fel, én nem írtam senkire, hogy mehetek hozzád, hanem így felajánlotta. És hogy például nézzétek meg tényleg, hogy bennetek hány helyen kapcsol be az, hogy fú, egy helyzetben, ha én önmagamat választom, önző vagyok. Mert szerintem ez nem igaz, hanem elkerüljük az ilyen helyzeteket, hogy végül nem, hogy barátok nem vagyunk, mondjuk én nem tartom barátomnak feltétlenül azt, aki így bánik velem, mert én szerintem az utolsó utáni rohadékkal, akit gyűlölök és megvetek, se bánnék így, hanem ráülnék a számra, vagy valami, és kibírnám, hogy ha már én ide hívtam, akkor kibírom, és inkább dolgozok azon magamban, hogy miért választottam magam helyett valaki mást. Szóval tényleg tök érdekes, hogy nekem meg ugye az volt, tehát hogy az van az emberekben belül, és ez nagyon izgi, hogy keressük a biztonságot. És ugye kitől várjuk a biztonságot? Ha ismerjük a barátunkat, barátunkhoz megyünk, akkor úgymond tőle várjuk el, hogy biztonságos otthonba fogad, hogy tőle kapjuk meg a biztonságot, azt, hogy ilyen úgymond egy úgy ismert helyre megyünk, hogy ő ismeri, és akkor majd így megmutatja, de helyett folyton azt kaptam, hogy ja, hát ez de, neki már nem, ha megálltam lefotózni egy madarat, vagy egy virágot, vagy valami, akkor ja, hát igen, hát ez szép, de én ugye már nem érdekel, mert én itt lakok. És hogy így az van tényleg így bennünk, hogy oda megyünk egy helyre, na most jól elment a vonat, most elfelejtettem, mit akartam mondani, Szóval mindjárt meg lesz, vagy folytatom valami másra, aztán majd be fog ugrani. De igen, hogy a barátunktól várjuk el azt, hogy ő az, aki mellettünk fog állni, szemben az idegenekkel. És milyen érdekes, tényleg minden az ellenkezője, hogy nézzétek meg, vadidegen emberek fogadtak be engem, amikor megérkeztem Nizzából, és vadidegen embernél vagyok most is, aki nem tud rólam semmit, soha egy videómat nem hallotta, azt se tudja, ki a borja vagyok, csak a René, akivel először legszálltam Nizzába, ő találta nekem, tehát ez is, hogy egy vadidegen ember úgymond dolgozik azon, hogy valahogy vissza tudjak jönni ide Franciaországba, és meg tudjak szállni valahol, és szerzett nekem egy tök aranyos srácot, egy 26 éves vízilabdás srácnál lakok most, itt Nizzában, tök jó helyen, iszonyat jókat beszélgetünk, tök tudatos, tök nyitott, tegnap megkapta tőlem az első bársz kezelését, ilyen nagyon, nagyon nagy tudatosságban van benne tényleg, csak még nincsenek hozzá eszközei, tehát hogy tök jól el vagyunk, nagyon jól érzem magam, és hogy így ők az idegenek, szemben azokkal, akiktől elvárnánk a segítséget, ugye. Ha veled történik valami, akkor kihez fordulsz? A családodhoz, a barátaidhoz. Nyilván nem az idegeneknek teregeted ki a szennyesedet, vagy kérsz tőlük segítséget, de hogy milyen izgi, hogy nem mindig azoktól kapod meg a lelki támogatást, a barátságot, a szeretetet, a támogatást tényleg, a segítséget, a bármit, akiktől elvárod. Hanem nyitva kell lenni arra, hogy oké, univerzum, én kértem, hogy valahogy hogy tudjak elmenni innen Olaszországból, és akkor mi más lehetséges. És akkor visszakanyarodva oda a szombatira, hogy ott ugye nagyon izgalmas volt, hogy már reggel, miatt lementem a partra, kértem az univerzumot, hogy bármilyen új forrásból, vagy bármi jelenjen meg összeg nálam ma,
és este fél 10-kor egy barátom, illetve úgy egy barátom, hogy egy régi kliensem utalt nekem pénzt arra, egy tök új forrás, hogy szeretné, ha én csinálnék hanganyagokat az ő sportolóinak, és én hangommal lenne felvéve akár meditáció, vagy ilyesmi, és hogy ezt így honorálta. Szóval, hogy nagyon érdekes, hogy hogy működik nekünk akár a teremtés. Hogyha nem kigondolom azt, hogy őtőle várom, innen várok a munkahelyemről, meg innen, de máshonnan nem jöhet, akkor honnan jelenhet meg? Én nagyon jó teremtő vagyok abban, hogy az emberek szeretnek amúgy velem lógni, és nagyon szeretnek meghívni engem, és ezt nem abból az energiából nyomom én, hogy jaj, én szegény vagyok, hívjál meg, meg ki kell fizetned helyettem a vacsorát, meg minden, hanem egyszerűen csak a vibe, hogy pörgünk együtt, és akkor azon kapom magam, pont ez így történt szombaton, és hogy nem elég, hogy kerestem ugye pénzt, de még ugye úgy átfordult az este, hogy az olaszokkal lógtunk, és elvitt Frankó bácsi egy kibaszott jó helyre, ott a Sanremo-i környéken a legjobb pizzázó, a legjobb fagyizó, tehát minden sikerült megkóstolni, és én imádom ezt a dolce vita érzést, ezt a úristen ízlelgetni a kajákat, és így wow, nagyon. Tehát, hogy egy ilyen hatalmas teremtés történt ott, ugye megvendékelt minket, és hogy gyakorlatilag mindent megkóstoltam, és egyszerűen ő ezt szeretetből ajándékba adta, és én nagyon sokszor teremtek ilyet. Másik nap a másik olasz székkal mentünk el ilyen finom steaket kóstolni, szóval, hogy ezek is teremtések, akkor is, ha nem én fizettem érte, vagy ha nem pénzben fizettek nekem, egyszerűen a jelenlétedért, a személyiségedért, ezekért a dolgokért, ezekkel teremtesz. És akkor ugye valahogy túléltük a vasárnapi napot, az még viszonylag jól telt, de hétfőre már nagyon-nagyon lecsúszott az energiája az Áginak is, meg minden, és ez is nagyon érdekes, hogy mennyire, ragaszkodunk emberekhez azért, hogy mi tartozhassunk hozzájuk, és hányszor csináljátok azt, tudom, hogy ugrálok így a témák között, csak a megéléseim jönnek, és majd szerintem egy szép ilyen szőlő lesz, egy ilyen szépen felfűzve, hogy például most történt az, hogy van nekem ez a Kefalónia edzőtáborom. Régen szarérhúgyért csináltam, meg régen nagyon, tehát Covid előtt nagyon olcsók voltak, még a buszos utazások is. Tehát ami mondjuk akkor 50 ezerből kijött, most 150 ezerbe kerül. Mindennek az ára változott. Tehát ha akkor vettél egy doboz málnát, az volt 500 forint, most csak mondok valamit, most 5000 forint, vagy tényleg direkt így más. És hogy hányszor hiszitek el, meg hányszor hiszem én is el azt, és itt is elkezdtem volna így összemenni ilyen kicsire, hogy rám írnak a régi kliensek, akikkel együtt voltunk ezeken az edzőtáborokon, kalandtáborokon, rám írnak, hogy hát ez drága, vagy úristen, hogy felment az ára, hogy 150 ezerbe kerül 10 nap Görögország, Kefalónia szállással, busszal együtt, meg a tehát az edzések, a mozgás, a programok velem. Ez szerintem még mindig nevetséges. 80 ezerért vettem retégyet ide, egy hátizsákkal, most Nizzába, oda-vissza, Vizerrel, és ez 20 ezer forint volt Covid előtt. De a lényeg az, amit ki szeretnék ebből az egészből hozni, hogy hányszor húzzátok össze magatokat ti is, meg árazzátok le magatokat, meg hiszitek azt, hogy azért nem jönnek a programomra, mert eddig ingyen adtam, most 15 ezer, eddig 5 ezer volt, most 40 ezer, és hogy biztos a pénz miatt nem jönnek emberek. Nem. Hajlandónak kell lenni azokat az embereket, akik nem tartanak lépést veled, elengedni. És hagyni kell, hogy most legyen tér köztetek, hogy elveszítsétek egymást. És itt nem szerintem a pénz a döntő, amit mi látunk, hogy eldönti a köztünk lévő teret, és eldönti azt, hogy most mi nem kapcsolódunk, de valójában nem a pénz van emögött, hanem az, hogy te választasz, te beleállsz az erődbe, te választod azt, hogy elismered a saját képességeidet, a tehetségedet, hogy már nem az van, hogy az motivál, hogy ahhoz, hogy én tartozhassak másokhoz, inkább leárazom magam, szarér, hogy éradom, csak hogy el tudjanak ők jönni,
hanem azt választod, hogy nem, lehet, hogy elmarad a tábor, lehet, hogy hárman jönnek, lehet, hogy 10 vadidegen jön, akivel soha nem volt még kapcsolódásom, de én magamat választom, és ők akarjanak hozzám tartozni. És ebben az a lényeges, hogy bár levetítjük ezt a pénzre, hogy jaj, persze, mert pénzéhes vagy, meg mit tudom én, a lófaszt. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy azáltal, hogy te választod magad, és nem engedsz ebből, motiválod azokat, akik hajlandóak fejlődni, választani és változni, arra, hogy válasszanak téged, és veled együtt a változást. És amikor kurva drága egy access tanfolyam, 1 millió, vagy 1 millió 2, ott is téged arra motiválnak, hogy beleálljál az erődbe, hogy elkérd azt, amit tudsz, és azért akár az összegedet, és ne olcsón, minden ingyen, hadd adjak még azért mellé egy hanganyagot is, meg minden, hanem csak akkor tudod te is kifizetni, ha te beleállsz az erődbe. Akkor tudod azt választani, hogy ott vagy egy ilyen tanfolyamon, ha választod magadat, ha választod a tiszteletben tartást magad iránt, és ezáltal mások iránt is. És hogy nézzétek meg, hogy hányszor árazzátok le magatokat csak azért, hogy mások tartozhassanak, hogy te tartozhass másokhoz. És hogyha ezt az illúziót elengeded, és választod azt, hogy nem, én magamat választom, és ebbe bevállalom azt is, hogy lehet, hogy ketten megyünk táborozni, lehet, hogy le kell mondanom, lehet, hogy elmarad, lehet, hogy idén senki nem jön, vagy jövőre se jön senki velem, de bazd meg, én akkor is újra tábort fogok csinálni, márpedig úgy, ami nekem is tisztességes, nekem is jó érzés, és azokkal az emberekkel szeretném ezt csinálni, akik hajlandóak fejlődni, változni és választani. És hogy ezt nézzétek meg tényleg, hogy ne árazzátok le magatokat, hanem válasszátok azt, hogy az emberek akarjanak hozzátok tartozni. És ne ti menjetek le kutyába, hogy másokhoz tartozhassatok. Mert akkor az olyan, mintha fejlődök, majd utána jaj, bocsássatok meg, hogy fejlődtem, ne haragudjatok, elnézést kérek, sajnálom, nem baj, gyere, nem kell fizetni, csak gyere. Mi a fasz? Nem. De én ezt csináltam kurva sokáig, szóval nem nézek el senkit emiatt. Meg most is biztos, hogy csinálom még valamiben. Mert hogy nem, itt vagyok, igen, ez ijesztő. Hogy úristen, mi van, hogy fog kinézni, hogy a kalandor királynőnek elmarad a tábor, vagy valami. Hogy fog kinézni? Kit érdekel, hogy fog kinézni? Én akkor is elköteleződök magamhoz, és választom, és el fogom nektek mondani azt, ha elmarad, hogyha ketten vannak, vagy ha öten vannak, vagy ha geci nagy 50 fős táborral megyünk, és az mind új ember. Mert emlékszem, hogy, és tudom, a Dolce Vitáról fogok beszélni, meg erről az Ágis történetről, meg úgy mindenről, hogy kerültem ide, de hogy ez egy nagyon nagy vibe volt ma, meg tegnap, és ezt szerettem volna mindenképp átadni, mert nekem egy ilyen hatalmas felismerés volt ez, hogy úristen, már kezdtem volna én is összehúzódni magam, hogy pénzéhes vagyok, túl drágán adom, úristen, de pofátlan vagyok, hogy ennyit rá, ezért kérek a saját munkámért, meg minden. Nem. Azok a pofátlanok, akik azt hiszik, hogy a te tudásod nem kerül semmibe. Bizony. Sajnálom. És hogy így, ezt mindenképpen szerettem volna nektek így elmondani, hogy azt így be kell vállalni, igen. Tehát be kell vállalni azt, hogy lehet, hogy elmarad. Be kell vállalni azt, hogy elveszítesz mindenkit, akit eddig ismertél, és nem jön veled senki. És ott tök érdekes ebben az egészben az, hogy én is azt hittem, hogy az Ágival milyen jó barátok vagyunk, mert hogy nagyon sok közös ilyen emlékünk van, nagyon sok megélésünk, de az a múlt, a jelenben az én energiám nem volt kompatibilis az övével, és tiggereltük egymást. És hogy én is reakcióba jöttem, ne aggódjatok. Voltam mártír ez alatt az egy hét alatt, voltam áldozat, voltam a bántalmazó, aki leordítottam a faszba, és elküldtem a picsába, de és figyeltem ezeket a reakciókat, és ez nagyon-nagyon szép, és ez a veszekedés ajándéka szerintem, hogy felhoz benned még mindig egy csomó olyan dolgot, ami nem jönne ki, ha ez a helyzet nem jött volna létre. Tehát, hogy hiába nézhetem úgy, hogy egy veszteségért, és nézhetjük úgy is, hogy az elmúlt időszakban, most jelenleg nem tartjuk a kapcsolatot azzal, aki 35 éve a barátom volt, a testvérem le van tiltva nálam, az egyetlen úgymond úgy élő rokonom, mert nem kompatibilis az energiánk,
És nem hagyom, hogy bántalmazzon, nem hagyom, hogy gázlángozzon, nem hagyom, hogy olyan úgy beszéljen velem, amit én nem tartok korrektnek, és nem engedném, hogy mások így beszéljenek velem, és én se beszélnék így másokkal. Elvesztettem két másik barátot, van olyan kettő, akivel, hogy volt egy olyan, akivel úgy voltam, hogy úristen, mit keresek itt? Hogy tudnék hazamenni, mert nem akarok itt lenni. Mert már nem egy furuját fújunk. És ebben nincsen semmi olyan nagy képűség, hogy na, én vagyok a nagy Jamak Diana, aki akkorát fejlődtem és változtam, hogy a kornét nem ér fel hozzám, mert ez nem erről szól, hanem hogy igen, én hozok most választásokat, és lehet, hogy ők kisebbeket hoznak, de utolérnek, és megint lesz kapcsolódási pont. Pont van kettő barátnőm például, akikkel tavaly nem tudtunk így jól össze, Enci meg a Barbie, velük nem tudtunk múltkor így összejönni, de most megint újra kapcsoltunk, és nagyon fantasztikus a kapcsolódás. Szóval, hogy vesztesz el, kapsz vissza embereket. És meg fogok majd osztani az Itália programból egy olyan részt, mert a olyan cukin így, vagy szépen elmagyaráztam, aztán hát, ha most is el tudom magyarázni, megpróbálom, hogy így érnek minket ilyen behatások, amik tiggerelnek, tényleg. Érnek minket olyanok, hogy és ezt én azért szerettem nagyon ultrát futni a Spartanon, mert azt valahogy egy ilyen életnek tekintem. Hogy elindulsz egy barátoddal, akár, együtt futtok, majd te hibázol az akadálynál, lemaradsz, ő megy tovább. Majd lehet, hogy ő hibázik, te beéred, vagy te lehagyod. Vagy lehet, hogy teljesen szétválik az utatok. Aztán megint kapcsolódtok, vagy lehet, hogy nem kapcsolódtok egyáltalán az út folyamán. Lehet, hogy egy másik vadidegen fog melléd kapcsolódni, és ad neked frissítést, vagy te adsz neki frissítést. Lehet, hogy ő segít fel a falon, vagy te segíted őt fel a falon, aztán megint szétválik az utatok, mert ő gyorsabb, te lassabb, te megállsz pihenni, ő nem áll meg. És ugye így halad a fejlődésünk is. Tehát én ezért nem feltétlenül írok le senkit, akivel most nem úgy megy a kapcsolódás, hogy jó van, dögöljön meg, ez egy kis csicska, nem fejlődik semmit. Mert lehet, hogy most nem fejlődik, és lehet, hogy soha nem fog, és akkor soha nem fogunk kapcsolódni. De lehet, hogy neki más az útja, lehet, hogy lassabban halad, lehet, hogy újra fogunk találkozni, mert ő jobbra ment, én balra, de mégis összefonódik az út, de hogy hajlandónak kell lenni teret hagyni az embereknek, és elveszíteni őket, de amit nem veszíthetsz el, az te vagy. Nem szabad, hogy tiszteletlen legyél magaddal. És én azért választottam azt, hogy visszajövök Franciaországba, hála jó Istennek, hogy úgy alakult, hogy vissza is tudok előbb, mert azt éreztem, hogy sem magamat nem tartom tiszteletben, azzal, hogy hagyom, hogy szorongjak a nyaralásomon, és így meghúzzam magam így, mint valamilyen nyomi lény, hogy nehogy valamit rosszul tegyek ott, és a kanalat rossz helyre tegyem le, és akkor kötekedés legyen, de az Ágit se tartottam volna tiszteletben, ott maradok, tudván, hogy tiggereljük egymást. Szóval, hogy tényleg, majd azért megosztom már ugyanezt a történetet, ezt az ultrát mesélem, mert az annyira cuki lett ez a videó, hogy ezt szeretném majd beletek megosztani. Szóval így nagyon sok, tényleg nagyon sok behatás ért, és egyszerűen nem jöttünk ki úgy jól, és hogy nagyon, nagyon érdekes ez a minden az ellenkezője annak, aminek látszik, hiszen ki gondolta volna azt, hogy az olasz kalandból francia kaland lesz, hogy vadidegenek fognak a barátaim lenni, és nem azok, akik a barátaim valójában, és hogy történt egy pár ilyen eset amúgy, amióta itt vagyok, hogy velem is, meg Adrival is, hogy kitörölték a posztjainkat az Access Hungary-ből, mert hogy ilyet csak CF csinálhat cím alatt, és ez is mennyire izgi, hogy ezt tekintetem úgy, hogy mekkora rohadt szemét csicska, aki kitörölte, ahelyett, hogy rám írt volna, mert én amúgy én úgy cselekedtem, hogy ráírok arra az adott emberre, hogy figyelj, ez így itt nem mehet ki, mert ilyet csak CF csinálhat, ezt és ezt írd át, vagy így és így csináld, vagy valami. Tehát én biztos, hogy ezt csinálnám, de gondolhatnám azt, hogy ez személyes sért, és ez ellenem megy, mert engem akar kidobni onnan ez az adott ember. De ha nem így állok hozzá, hanem úgy, hogy oké, van egy szabály, és ő azt betartja, és pont, tehát ez az, ami pont, akkor nyitva maradok arra, hogy akár ezzel az emberrel egy együttműködés bármikor létrejöhessen. És ezt amúgy az Adritól tanultam, mert én mindig ez a rohadék, mekkora szemét, és tilt,
vagy onnantól kezdve lezárok, és lesz egy falam azzal az emberrel kapcsolatban. És onnantól kezdve attól az embertől, aki ellenem cselekedett, semmit nem tudok befogadni, mert úgy vagyok vele, hogy persze, biztos, hogy valami hátsó szándék van, valami személyt, és tök érdekes az, hogyha nincsen ez a fal, hanem, és ezzel nem az van, hogy hagyom, hogy eltapossanak, meg hagyom, hogy átgázoljanak rajtam, meg akkor is én maradok a cuki, a jó kislány, hogy jaj, de nem baj, persze, nem. Hanem megyek az energiával, mi működik. És például így, hogy nem volt bennem ez az ellentartás, így ezzel az emberrel létre tudott jönni egy kurva jó közös alkotás, majd utána rám ért, hogy alkotunk-e együtt valamit. És miért ne? Az energiában az volt, de meg miért ne? És az van, az, és ajándékok voltak abban az együttműködésben. Mert hogy azzal, hogy én is hajlandó voltam, azzal, hogy nem ítélkeztem, hogy nem vettem személyes sértés, hogy ez ellenem megy, és mekkora személyét, aljadék, hanem nyitva maradtam, hogy oké, működik nekem az az együttműködés? Aha, igen, teremt nekem? Aha, igen. Na, ezáltal tök jó új dolgot tudtunk teremteni. És hogy nézzétek meg, hogy amikor megítéltek valamit, és ott ne keverjétek össze azt, hogy éberek vagytok arra, hogy ez nem működik, azzal, hogy ellenálltok, mert hogy van az, amikor tényleg érzed azt, hogy nem, köztünk ez a kémia nem működik, meg érzed azt, hogy most csak ellenállsz, mert te meg vagy sértve nagyon, hogy fú, tehát, hogy elközött tudsz különbséget tenni. De nézzétek meg, hogy ha nem ítélem meg, ha ez minden az ellenkezőjének, aminek látszik, mondjuk azért dobta ki a posztomat, mert túl erősnek tart, mert konkurenciának tart, akkor ez valahol egy megtiszteltetés, nem? Valahol egy elismerése az erődnek, az energiádnak, nem a hatalmadnak, direkt nem ezt a szót akarom, de hogy a lényed nagyságának, a teremtő képességednek, stb. És lehet, hogy ez az ellenkezője is annak, aminek látszik, és tényleg csak ki akad szúrni velem. Tehát, hogyha nem azzal mész, hogy lezársz mindenki előtt, aki valamit szerinted neked ártott, és az ellened ment, akkor ezektől az emberektől milyen ajándékot fogadhatsz be? És mondom a legfőbb, első és legfontosabb, hogy önmagadat tiszteletben tartsd, és hogy figyeld az éberségeidet. Vagy például most pont nagyon erős ez a történet is, és tök vicces, hogy a Dolce Vitáról akartam nektek beszélni, ezt erről még alig beszéltem, de hogy valahol mégis erről, ezekről beszélek, hogy hányan bántalmazzátok magatokat azért, mert nincs feleségetek, vagy férjetek, vagy olyan üzletetek. Én egy csomó olyan férjezett nőt ismerek, aki engem sajnál, hogy hát, jaj, hát olyan szép vagy, meg kedves, meg minden, hát, majd neked is összejön, és ilyeneket mondanak, és közben a férje nekem írogat hajnali egykor üzeneteket, meg mellőle az ágyból akár, vagy nem tudom, meg a három gyereke mellőle az ágyból, meg ilyenek, meg mit tudom én, bizonygatja, hogy ő mennyire jó, pont van egy ilyen pár, ahol ismerem a férjet is, és tudom, hogy ő energetikailag nem ér fel ahhoz a barátomhoz. De mivel az ilyen energikus nők úgy állnak hozzá, hogy jaj, de jó, legalább van egy balfasz, aki el akar venni, és aki nem úgy van vele, hogy túl erős nő vagy hozzám, ezért gyorsan hozzámegyek, és utána mindenkinek bizonygatom, hogy mennyire jó választást hoztam, hogy fú, az én férjem a legjobb. Bár csak, mit tudom én, két havonta vagy két hetente szexelünk, de az én férjem a legjobb. Hát nem tudom, gyerekek, ti hogy vagytok vele, de minden az ellenkezője, de hogy hogy ez így vicces, hogy ők sajnálnak engem, de én nem szeretnék ilyen férjet, egyiket se, tehát hogy én ezeket nem választanám soha. Tehát, hogy hol hiszitek azt, hogy ti veletek van a baj, amiért nincs meg valamitek, ami ehhez a világhoz tartozik, miközben azok, akiknek megvan látszólag, és te azt látod, hogy nekik milyen jó, valójában nekik nem jó, és te soha nem választanád azt, mert úgy pofán basznám azt a csávót, aki ezt csinálja, hogy meghal, de tényleg. Szóval, hogy így én ezeket megalkuvásnak veszem, és én nem kényszeríteném magamat ilyen helyzetbe. Szóval, hogy tényleg nézzétek meg, hogyha minden helyzetre rámondjátok azt, hogy oké, minden az ellenkezőjének, aminek látszik, semmi nem az ellenkezőjének, aminek látszik.
Lehet, hogy ez az igaz, de lehet, hogy az is igaz, és lehet, hogy egyik sem igaz, meg lehet, hogy egyiknek a megfordítása sem igaz, de hogy ezzel a mondással így kitágítod a teredet, és kihúzod az egészet ilyen tágabbra. Visszamenve tényleg még oda, hogy azt is láttam, hogy például nagyon zavarja az Ágit, az, hogy én tényleg egy ilyen vibe-os ember vagyok, tehát oda megyek kézzel, lábbal, nem beszélek semmilyen, de mondjuk az olasz nyelvet nem beszélem, de én kérdezek, én megyek, én megkérdeztem tőle, és hogy tudok én kérni egyedül a boltba, és akkor elismételtem kézzel, lábbal, bénán azt, amit ő mondott, tehát hogy így, én így vagyok el egy országban, hogy azonnal megkérdezem, hogy tudom náluk a hellót, a jó reggeltet, a jó napotot, a jó estét, a köszönömet, ezeket mondani, vagy hogy tudok kérni, és ezeket úgy becsülik. Tehát, hogy én például itt Franciaországban is ezeket tök jó arcnak tartom. Nem a magyarokat, a magyarokat is, de hogy itt a franciákat is, mert hogy velem egyik sem volt bunkó, mert nem volt az, hogy ő nem válaszol nekem. Tehát, hogy így én például ezeket, amik így terjednek a világban, meg hogy Mexikóban megerőszakolnak, meg kirabolják a szervédet, ezek hülyeségek. Ezeket olyan emberek mondják, akik a tévét nyomkodják, beállt náluk így az agyhalál, és akkor a hülyeségeket, amiket ott hallanak, azokat mondják neked tovább, te meg nem indulsz el, nem mész utazni, mert azt hiszed, hogy Mexikóban megerőszakolnak, meg mindenki lövöldözik. Na, ez nem igaz. Tehát, hogy informálódjatok, mert ezek hülyeségek, és ezt még ilyen kanapéhuszárok mondják, akik ott ülnek, soha nem utaztuk sehova, de ő kurva okos, és ő nagyon tud mindent. Na, de visszatérve, hogy éreztem azt, hogy van egy kis irítség abban, hogy én nagyon jól kijövök. Én azonnal azokkal, akik az ő, ott ő nem tudom mennyi idő alatt barátkozott meg, én itt sicsúgy összebarátkozok, és hogy vannak irítség, amit nem tud kezelni az ember ugye ilyenkor, hogy én nekem más a személyiségem. És azt éreztem nagyon itt Olaszországban, és ez nem az olaszok hibája, tehát az olaszok tök jó fejek voltak amúgy. Tehát, hogy nem Olaszországot írom le ezzel, mert a kajájukat imádom, az olaszok kurva jó fejek voltak, nagy haverok és panok lettünk ott, meg minden, hanem csak az, hogy emberek nem tudják kezelni azt, hogy te másmilyen vagy, szégyent éreznek azért, mert te ilyen vagy, hogy úristen, de ciki, hogy így viselkedsz, mert hát ez neki nem fér bele, neki vannak korlátai, ő nem tud maga lenni, ő van egy ilyen dobozban, és megpróbál téged is a gázlángozással, a megszégyenítéssel, a pofavágással behúzni ebbe a dobozba, hogy szégyeld össze magad, húzd össze magad, és ez nem jó, ami te vagy. És én ezt az érzést nagyon sokáig éreztem, és ezt mondtam is Áginak, hogy én ezt nem akarom érezni. Én ezt sokáig éreztem, sokáig hittem, hogy én vagyok a rossz, velem van valami baj, és azért már nagyon éber vagyok arra, ha ezt az érzést valaki fel akarja kelteni bennem, és nem tartom igaznak, és azért mindent megpróbáltam elkövetni annak érdekében, hogy el tudjak onnan jönni tényleg. Amit amúgy én futtatok magamon, ha voltatok már Bárszon, ha nem voltatok, akkor menjetek, ha voltatok, akkor meg a jelenet vége balra el, én ezt folytatom. Hello, sziasztok! Én ezt futtatom magamon, ezt a processzt, ezt a hétköznapi nyelvben, vagy a hétköznapban úgy azt hiszik, hogy csak azokra lehet futtatni, akik így a halál és az élet között vannak, de amúgy én futtatom arra, hogy minden jelenet vége balra el az olyan kapcsolódás, amik már nem működnek, se neki nem működik felém, se nekem felé jelenleg, mert ugye a lakásommal a kapcsolódásra, vagy bármi, és hogy nézzétek meg azt, hogy azért már elveszítetek embereket, azért már mondjuk most egyszer 5 barátod letiltott, vagy eltűnt az életed, vagy nem keres, vagy azt mondja, hogy te úgy megváltoztál olyan rossz irányba, olyan fura vagy, meg a viselkedésed is, hogy ez nem illik így viselkedni, meg így valahogy. Hányszor csináltátok azt, hogy rosszá teszitek magatokat emiatt, hogy te vagy a rossz, hiszen téged tiltott le 5 ember, hát akkor csak veled lehet valami baj, hát te vagy a közös nevező ebben az 5 emberben. És hogy nézzétek meg, hogy biztos, hogy ez igaz, vagy pedig egyszerűen csak fejlődsz, és az emberek jelenleg, akik eddig körülvetek, nem tartanak lépést ezzel. És vagy, ahogy elmondtam, valaha majd lépést fognak tartani, és újra kapcsolódnak, ahhoz lehet, hogy az kell, hogy jobban tiszteljék magukat, és ezáltal majd jobban tisztelnek téged és a munkásságodat is, vagy lehet, hogy soha többet nem fogsz velük beszélni, de valószínűleg nem fognak hiányozni, és nem fog fájni.
Nagyon sok mindenre rájöttem itt, ezáltal kidobták a programomat, de utána együttműködünk azzal az emberrel, hogy mekkora képességeim vannak, milyen energiám van, és hogy nem szabad ragaszkodni ahhoz, hogy a barátom, tehát, hogy, de hát én hozzájöttem, akkor ott maradok. És ez is bekapcsolt bennem, hogy hát most már csak kibírom itt péntekig, mert hogy miért? Mert őt legalább ismerem, a vadidegen Palit, akinél itt vagyok, őt nem. És akkor jobb az ismert, bár bántalmazó, szarfosban ücsörögni, amit legalább ismerek, mint oké, akkor carpe diem, én bevállalom azt, hogy akkor most váltok, aztán remélem, hogy nem fóliáz be este, és ébredek reggel darabokban, de hogy ugyanígy ettől félt, hogy majd én leszek ilyen darabolós. És hogy hajlandó vagyok arra, hogy oké, univerzum, akkor dobtál most egy másik lehetőséget, akkor nézzük meg, és bízni abban, hogy az éberségem vezet, bízni abban, hogy a kérésem jól, tehát megadatik, bízni abban, hogy jó az univerzum vezettetése, és ezáltal egy olyan kurva jó helyre jöttem, hogy jó helyen is lakunk, tehát hogy tényleg a kikötőhöz, a gyönyörű parthoz közel, tök jó fej, iszonyat jókat dumálunk, hatalmas a vibe, tehát hogy ilyen visszaigazolja, hogy jó válasz, jó a választás, meg maga az hogy jobban érzem magam, ez is. Szóval, hogy tényleg minden az ellenkezője annak, aminek látszik, és semmi sem az ellenkezője annak, aminek látszik. Na most egy kicsit megnézem, hogy még miket akartam mondani. Ja igen, ez is, hogy a szexuálisságról akartam, bár majd szerintem berakok nektek egy másik videót is erről, mert ezt olyan szépen kifejtettem az Itália programban, hogy csak na, és annyira örülök ennek az Itália programnak, ami félig francia, és olyan vicces tegnap, hogy Teréz pont rám írt, hogy hát, hogy Olaszország amire nem vonza, de Franciaország igen, és hogy milyen vicces, hogy kapcsolódott ez a programhoz, vajon miért, ő már lehet éber volt rá, hogy ez Franciaországban fog játszódni amúgy nagy részt, de hogy én azzal, hogy ilyen csintalan vagyok, és hányszor teszitek magatokat rossz, és zárjátok magatokat dobozba, azért mert csintalanok vagytok. És ez a csintalan, ezt nevezi az excess ilyen szexuálisságnak, de ebben nincsen dugás, meg nincsen dörzsölgetés, meg nincsen úgymond semmi szex, csak ez a neve, hogy szexuálisság. Mikor te szexuális a kisugárzásod, és ilyen csintalan vagy, és ilyen kíváncsi, és ilyen lelkes, és minden, ezt egy csomó ember nagyon imádja, tehát én ezért vagyok szerintem nagyon jó kapcsolódó, mert hogy ezt emlékeztetem ezáltal az embereket arra, hogy milyen ilyennek lenni, és milyen a saját erejében ilyennek lenni, vagy hogy milyen volt, amikor ilyen volt ő is, és ezért kapok ennyi ajándékot, meg ezért kapok ilyen meghívásokat, meg ilyesmi, és itt jön a fordulat, itt jön be viszont az, ami nagyon izgi ebben az egészben, hogy nagyon sokszor nők, meg férfiak részéről is kaptam most ilyen visszajelzést, hogy fú, hát ő nagyon, fú, nagyon, tehát ő nem, nincsen, nem a nők iránt vonzódik, de hogy én irántam bekapcsolt valami érzékiség benne, és hogy úristen, hogy ettől megijedt, és hogy mi ez, és hogy mondtam, hogy no para, tehát hogy ezzel nincs semmi baj, és az, hogy elmondta, én tökre becsülöm azt, hogyha valaki ilyen őszinte, de hogy ha meg férfi, a férfiak részéről kapcsol be ez, hogy meséltem valamikor? Az nem, vagy csak az Itália programban? Nem tudom, csak ott. Tehát, hogy én nagyon sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy ilyen csintalan vagyok, és akkor így tényleg csak önmagam vagyok, és vibe-olok, és akkor ezt férfiak egy idő után félreértik, és akkor bepróbálkoznak nálam, és azon meg én nézek, hogy de hogy, vagy mi van, vagy mi, hát akkor, de hát ő úgy érezte, hogy blablabla, és akkor elkezdjük magunkat, itt nem azzal van a baj, hogy ő rosszul érzékeli, vagy ilyesmi, hanem hogy ott megszakad akkor a kapcsolódás, abszolút, ha nem viszonzott, és hogy mivel mondjuk én veszítettem már el így jó pár férfi barátot, meg üzlettársat is, elkezdjük magunkban elfolytani ezt az érzést, hogy úristen, nem szabad így viselkednem, nem illik, jobb, ha nem csinálom ezt. Akár én például most jöttem rá, hogy azzal mondjuk bántalmazom a testem, és mondjuk hízlalom, azzal legalább így,
ha már az energiámat nem tudom elrejteni, legalább megpróbálom a szépséget, a testemet elrejteni, hogy visszataszítóbb legyek valamilyen szinten, és ne gerjedjenek rám egyrészt, másrészt távol tartani azt a párkapcsolatokat, hogy ne az legyen, hogy megint valaki megszeretek, és az elhagy, vagy megbánt, vagy valami, ha úgymond az én ítéletem szerint kicsit visszataszítóbbnak néz ki a testem, akkor legalább el tudok bújni a testembe, el tudom bújtatni akár ezt a csintalan energiát, és visszafogni, és visszatartani, és tudok tovább bújkálni, és akkor nem ér annyi sérelem, nem kell visszautasítani férfiakat, meg másokat, hanem akkor nem, akkor valahogy így el tudom rejteni magam. És hányan csináljátok ezt? Hányan teszitek rosszá azt, hogy te csintalan vagy és lelkes, és valaki rád gerjed, de ez nem viszonzott, és olyat, hogy meg tudnád mondani, hogy nagyon kedves tőled, nagyon jól esik, de ez most itt nem viszonzott, ahelyett elkezded rosszát tenni, hogy úristen, én már elfogadtam a vacsorát tőre, akkor lehet, hogy ennek ára volt, lehet, hogy az lett volna most az ára, és akkor most deci ki, hogy elfogadtam, akkor szégyeljem magam, akkor most én milyen rossz nő vagyok, vagy rossz ember, hogy hát ő úgy gondolta, ezért meghívott, de én meg nem úgy gondolom, és akkor most akkor tartozok neki, vagy akkor most muszáj lenne vele elmenni. Tehát, hogy és akkor ezek sok ilyen cucc miatt így lefogjuk magunkat. Vagy hányszor fordult az elő, hogy kihasználták azt, hogy te ilyen vagy, és már benne voltál valami nem keresett szexuális élménybe, vagy tehát, visszajeltek azzal, hogy te ilyen csintalan vagy, de nem a megfelelő helyzetbe számodra. Szóval, hogy, és emiatt elkezded így bezárni ezt, nem mered megélni önmagad, mert az jön ki, hogy ha megélem magam, veszélyben vagyok, ha megélem magam, az bűn. Ha megélem magam, akkor áldozattá válhatok. És igazából, ha megéled magad, nem kéne, hogy ezt érezd. Tehát, hogy ha megéled magad, akkor éld meg magad miatt, és ne azért, hogy ellenállj másoknak, hogy megvéd magad, hogy ne legyél bűnös, hogy ne érezzél szégyent, hanem azért, mert te ilyen vagy, és kész. És ezt még én is tanulom, hogy tudom ezt úgy csinálni, hogy ebből ne legyen félreértés, de én se állítsam meg magamat. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, szerintem ez a szexuáliság, de most megtaláltam rá ezt a csintalanságot, és szerintem ez annyival cukibb, vagy annyival jobban kifejezi ezt az energiát szerintem, hogy ne fogjuk vissza magunkat, hogy csak legyen még tisztább a kommunikáció is. Tiszta kommunikáció, hogy nekem például ez nagyon hiányzott ebből az Ágis témából, hogy ha ő elmondja, hogy így érez, már a legelején miatt idejövök, akkor egyértelmű, hogy én nem jövök. De hogy hol nem vagyunk őszinték magunkhoz, és hol nem vagyunk őszintünk ezáltal másokhoz se, és kibaszunk másokkal, meg magunkkal, meg érezzük azt, hogy valami nagyon terhes, és akkor basztatjuk a másikat, akár legyen a párod is, mert ott már neked valami nem fér bele, de ragaszkodsz hozzá, mert hát 10 évet már beleöltél, már izé nem akarsz újra ismerkedni, de azért ott van ez a, meg én nem hajtottad le a vécélőkét, nem igaz, hogy nem tudod megtanulni. Igen, a gatyádat oda dobod, a szennyes mellé. Mi vagyok én, a cseléded? Tehát, hogy hányszor basztattok másokat, vagy hányszor basztatnak titeket? Csak nézzétek már meg, hogy nem vagytok őszinték. Nézzétek meg, hogy ott annak a kapcsolatnak már vége igazából. Csak gyáva vagy kilépni. És dönthetsz úgy, hogy gyáva vagyok, és elbaszom az egész életem, és egy másik ember életét is, és ebbe a bántalmazó hígfosba élek, meg dönthetsz úgy, hogy oké, ráöltem 10 évet, de van még 10 évem, amit boldogan is tölthetnék, húzzunk innen gyorsan. Szóval, hogy tényleg megnézni azt, hogy az őszinteség, hogy hol tudnék én is még őszintébb lenni akár, hol tudtam volna ezt a helyzetet, és éber voltam amúgy erre a helyzetre, de nem figyeltem rá. De ezt még kell, ezt még nekem is kell egy kicsit így dolgozni rajta. Az adáskapás, őszinteség, ajándék, ezek azok, amit az előbb is mondtam, hogy te elfogadsz egy vacsorát, és ő nem tisztázta azt, hogy figyelj ide cserébe, akkor azok nem korrekt. Ha éber vagy rá, hogy ez az ember valamit akar tőlem,
és elfogadod a vacsorát, akkor így jártál, de hogy akkor figyelj rá legközelebb, hogy már én tudtam, hogy itt valami van, szar van a palacsintában, de hogy ez az adáskapás ajándék, ez már megint előjött, nagyon erőteljesen, hogyha valaki ajándékot ad neked, vagy elhív, hogy lakjál itt nála, akkor itt milyen Olaszországba odaadja a szobáját, hogy befogad, az ajándék, mindaddig, amíg ő nem kezdi ezt szívességként feléd nyomasztani. Az ajándéknak nincs ára. Az ajándékot szeretetből adom, és nem kezdem el jövőre rajtad behajtani, bezzeg, én ott álltam melletted, amikor kellett. Bezzeg, én tavaly adtam neked, és most te nem adsz nekem. És hogy mennyi ilyen gusztustalanság van a pénzre is ráhúzva, hogy nem mondhatod el, hogy mennyit keresel. Én mindig megkérdezek mindenkit, hogy mennyit keres, mert én szerintem ez nem ciki. De Magyarországon nagyon be vannak így öpösödve, hogy jaj, mi vagy, adó ellenőr, vagy mi? Meg hogy hát ezt nem illik megkérdezni, meg nem akarok erről beszélni. Persze, akkor ne beszéljél, de hogy ne én érezzem ilyen magam, mert megkérdeztem egy kérdést, ez egy kérdés. És hogy hányszor van az, hogy nem mondod el, nem mered elmondani, hogy mennyit keresel, mert akkor rettegsz, hogy tőled fognak kölcsön kérni, és valahol jogos, mert az a baj, hogy benne van a világban az, hogyha kölcsön kér valaki, akkor ez a valaki a legtöbbször tiszteletlen. Én mondjuk, ha valakitől kölcsön kértem, én mindig visszaadtam. Van, hogy az idővel elcsúszok, de szerintem az az őszinte, hogy azt mondod, hogy figyelj, mára ígértem, tudom, vagy tegnap van, és akkor holnapra ígértem, de mitten 10-én tudom megadni, ne haragudj, oké, ez így neked? De ez amikor így sumákolunk, mismásolunk, majd rájön, hogy úgy se adom meg, majd rájön, hogy nem tudom ma megadni, ez gusztustalan, oda kell állni és vállalni, basszus. Tehát, hogy ne legyünk már ilyen bénák, de tényleg. És hogy ez, amikor megkérdezed valakitől, mennyit keres, és retteg ettől, mert retteg attól, hogy kölcsön ad neked, és utána még neki kell üldöznie téged, és ez velem is előfordult, hogy én mentem a pénzem után, és meg az én kurva anyámat, hogy nekem úgy is van, miért pont ez a 20 000 kell, miért vagyok ilyen szarrágó, meg íze, és még engem, én lettem lebántalmazva, hogy én mekkora pénzéhez szarrágó vagyok. Hát ez nem korrekt, gyerekek. Akármennyi pénze van valakinek, ha ő a világ leggazdagabb embere, Mészáros Lőrinc, és te kölcsönkész 20 000-et, és nem adod vissza 10-én, akkor te vagy a szemétláda, már bocsánat. Neked kell betartani az ígéretedet, tiszteletben tartani magadat, és a másik embert függetlenül attól, hogy ő mire költi, neki kurva sok van, meg 6 jaktja van, neked ahhoz semmi közöd. Kölcsön kértél, és add meg, és kész, mert az múlik rajtad. Az, hogy ő a saját pénzében mit csinál, az ő dolga. És hogy ez a sok sumákolás, meg a mismásolás teljesen rá lett tolva a pénz, hogy a pénz a bűnös, nem én. Nem igaz. Te vagy az, aki fejlődhetsz ebben, és nem a pénz a hibás emiatt. Szóval, hogy nézzétek meg ezt is, hogy a pénzre mennyi ilyen nyomorult dolog van rátolva, és akkor azért nincs pénzed, mert jaj, ne legyen pénzem, nehogy kölcsön kérjenek, hogy aztán még nekem, én legyek a rohadék. Legyél rohadék. Legyél te a világ legnagyobb rohadék, a pofátlan szemétláda, aki visszamered kérni az utolsó 5 forintodat is, ha megígérték, hogy visszaadják. Na, meg lehetsz a nagy lelkű is, aki szarom le, vigye, ahova akarja. Tehát, hogy ez megint, de itt még nem a pénzről szól ez az egész. Szóval nagyon izgalmas ez az egész tényleg, és a határhúzás, hogy fontos az, hogy meghúzza, fontos lett volna, hogy az Ági is meghúzza saját magával szemben a határt, és hogy nemet mondjon arra, ami neki nem működik, ahelyett, hogy bevállal valami olyat, hogy nehogy önző legyen, és jó katolikus legyen, és jó, mit tudom én, Isten hívő legyen, ezért maga ellen választ, ezek nem szép dolgok. Tehát, hogy figyeljétek azt, hogy mi az, ami működik nektek. Figyeljétek meg, hogy hány ember felé van akár elvárásotok. Ugye, amit én is, hogy majd a barátomtól vártam, hogy majd ő mellettem lesz. Ráadásul meg is ígérte, hogy ha netán eladom a lakásom, elbaszom az összes pénzt, és csöves leszek, akkor élhetek önt, hogy akkor befogod a kanapéjára, és milyen jó, hogy megmutatkozik, hogy úristen, ha befogadott volna a kanapéjára, akkor hallgathattam volna ezt a gázlángozásnak, hogy én milyen lúzer vagyok, meg izén. És milyen jó, hogy ez nem jött létre, hogy ez megmutatkozott. És hajlandónak kell lenni lépni, és elengedni. És én nagyon sok elengedést csináltam.
erre az egészre, kimentem a tengerpartra, és folyamatosan elengedéseket csináltam a reakcióimra, a rosszasságomra, arra, hogy mindig reakcióba hozott engem is ez az egész, és hol kontrollálok, hol vagyok, hol, tehát hogy a saját részemre tudok elengedéseket csinálni, ami hatással van nyilván az egész kapcsolódásra is, de a másik helyet nem tudsz te lépéseket tenni, másik helyet nem tudod megmosni a fogadat. És föl kell tudni ismerni azt, hogy valami nem működik most, és kész. És hajlandónak lenni elengedni. Hajlandónak lenni, felismerni azt, hogy az, akitől tényleg a biztonságot vártad, a legnagyobb bizonytalanságba tesz bele, a legnagyobb bizonytalanságba, köszi! A legnagyobb bizonytalanságot és kiszolgáltatottságot pont ő okozta nekem, nem pedig ő adta a biztonságot és a jó érzést. És ez mennyire izgalmas tényleg, hogy fel kell feküdni az univerzum hullámára. Kértem azt, hogy jöjjön lóvé, jött. Azóta jött még amúgy lóvé, meg mellém keveredtek olyan csodás barátok, mint mondjuk a Vonakitti is, hát az Adri meg mindig ott van, meg még teljesen más forrásból, ugye most a René is, a Pali is, ők is biztos a barátaim lesznek, mert ilyen egy vibe-ot nyomunk. És ahogy haladsz előre az úton, elveszíted azokat az embereket, akik nem abban a vibe-ban vannak, de velük sincsen semmi baj. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ők alattan vannak, ők rosszak, ők gonoszak, te nem fejlődsz. Nekik ez van megírva, ezt választják, igazából nem ez van megírva, ezt választják. Mert ő abban, vagy azon a szinten, vagy az elég neki, és abban boldog. De ez nem jelenti azt, hogy neked ott kell maradni. És ezek a nagy, ezek nem mindig kényelmesek, tehát hogy ezek a változások, ezek a választások kurvára nem kényelmesek. És ez múlt héten pont ért egy ilyen behatás, hogy, és ez egy nagyon vicces példa lesz, amúgy ilyen kis pitiáner, de hogy van egy bárszekrényem, ami már akkora lakásban állt, ilyen növényeket tartok rajta, meg könyveket, meg ilyeneket, akkora lakásban állt, amikor én ott beköltöztem. Tehát ez stabilan ott áll, úgy kurva jól néz ki, kurva jó fej ez a bárszekrény, de valamiért azt éreztem, hogy jó, de én szeretném ezt a sarkat végre már valami másra használni. És jelentkezett végre egy olyan család érte, akik tök lelkesek, úristen, ugyanígy néz ki, konyhabútor, odarakom, ú, de ez fog ízni. És hogy megjelent bennem ennek a fájdalom, hogy nem adom, az az enyém! Úristen, hát akkor most ez már tényleg történik, a változás, amit kértem megtörténik, na jó, inkább ne. Inkább maradok én, és nézegetem a bárszekrényt, mert az az enyém, ez ragaszkodok hozzá. És ugyanígy a lakásomra is jött egy érdeklődő, és így, húha, úristen, akkor most tényleg történik. Akkor most tényleg lehet, hogy mit tudom én, ezen hazamegyek, és ajánlatot kapok. És akkor ki kell költözni, és akkor úristen, elkezdődik az az élet, amit élni akarok, és amit én vagyok. És hogy és ugye ez annyira stresszt okozott nekem, ilyen pánikot, meg ez a úristen, akkor most mi lesz? Na jó, inkább üljünk vissza a hígfosba, és beszéljünk arról, milyen jó lenne elkezdeni az életet, de amúgy nem kezdjük el, nem cselekszünk, csak beszélünk róla, hogy ja, majd igen, meg majd igen, ezt, meg azt, de hogy nem. Hogy igen, bele kell állni, és ez kényelmetlen. Ez van, hogy fájdalommal jár, van, hogy lehet, hogy meg fogom síratni a bárszekrény, pedig csak egy bárszekrény. De hogy mit teremt utána az, ha az ott felszabadul, ha az ott elengedődik? Mit teremt az, ha hagyom, hogy az élet történjen velem, hogy a vágyaim történhessenek, és megtörténhessen az az élet, amit tényleg így élni akar általam itt a világban, amit létre akarok hozni, és nem csak ülök, nézegetem a vágytablót, csinálok ilyen izét, agykontrollos a laboratóriumban, összerakom az életemet, meg minden, de amúgy meg, nehogy megtörténjen, ne vicceljetek, úristen, hát akkor hol? Hanem hajlandóan el kell lenni, ráfeküdni a hullámra, fogadni az univerzum ajándékát, hajlandóan kell lenni lelépni egy helyzetből, ami nem teremt neked, ahol rosszul érzed magad. Hajlandónak kell lenni mást választani, mint amit eddig ismertél, és nem hagyni a lelki terrorizálást akár. Vagy azokat az érzéseket, amit már ismersz. Csináltam egy csomó elengedést a kapcsolatokra, az elvárásaimra, a kontrollra,
és tök vicces, hogy csomószor kértem azt, hogy szeretnék reziliensebb lenni az ilyen váratlan helyzetekre, hiszen ha utazóvá válok, olyan, aki tényleg sosincs otthonom, vándorcigány, úgymond, mindig más hely az otthona, más emberek veszik körül, akkor reziliensnek kell lenned arra, hogy ma még látod ezt az embert, holnap lehet, hogy soha többet nem látod, aztán lehet, hogy megint látod, de nem tudhatod előre. Hogy ma van ez a lakásom, de lehet holnap eladják a fejem felül, úgymond, és akkor utána máshova kell költöznöm, vagy máshogy élni. És hogyha bepánikolsz, vagy nem vagy ezekre így nyitott, mint a Kata barátnőm, annyira reziliens, úristen, annyira jól kezeli a dolgokat, úgy tőle is sokat tanulok, akkor nem mozdulsz el. És látjátok, így teremtette meg nekem ezt az univerzum. Jó, igen, reziliens, csak talán tessék, menjél Olaszországba, hagyjatok, gázlángozzanak ott, aztán majd reakciók által rálátsz arra, hogy hol tudsz még ezen fejleszteni, meg hol nem tartottam tiszteletbe magam, hogy most lóbüdzsével jöttem el ide, és úgymond nem tudok hozzáférni még a félretett pénzhez se, és akkor úgymond ki vagyok szolgáltatva, tehát hogy hol tudném ezt okosabban csinálni, jobban felkészültebben, stb. Úgyhogy ez izgalmas nagyon. Tényleg nagyon ráláttam arra, hogy milyen az én igazi beingjum, hogy milyenek a képességem, mit tudok létrehozni, mit tudok teremteni, hogy én nagyon jó vagyok abban, hogy kérjek. Én nagyon jó vagyok abban, hogy befogadjak amúgy. Nyilván utána ezt rosszát tudja tenni a másik ember, hogy bezzeg elfogadtad ezt, meg azt, magam azt, meg én bezzeg meghívtalak, de higgyétek el, hogy ez nem rólam szól, hanem a másik emberről. Neki voltak ott rejtett szándékai, hátsó szándékai és elvárásai, de az soha nem az igazi ajándék, és az soha nem az igazi adás. Ha ez egy szerződés, és megvan adva, hogy te fizeted a vacsorám, én cserébe, nem tudom, kielégítelek, és megmasszírozlak, vagy adok neked egy bárzt, akkor ez egy korrekt üzlet, az adok-kapok. Ha valaki ajándék címszöröd ad neked valamit, és utána szívességként rád rója meg emlegeti, az kurvára nem ajándék, hanem az ott neki volt egy adok-kapok elrejtve az ajándék címszó alatt, amit utána még nem teljesült, és ezért ő benne van egy frusztráció, amit rádtól és téged bántalmaz emiatt. Szóval, hogy én is észrevettem, hogy mennyire jó képességeim vannak, mekkora teremtő erőm van, hogy tudok teremteni, hogy az én teremtéseim kezdik kialakulni, hogy néznek ki, hogy működik nekem a teremtés, és hogy ezeket el kell ismerni, ezek az én teremtéseim. És hogy hány helyen ragaszkodunk olyan emberekhez, helyzetekhez, lakhelyhez, ami csak biztonságos, mi azt hiszük, hogy biztonságos, de valójában nem teremt nekünk, hanem pusztít. És hogy megnézni, hogy valójában ez a biztonság, ez micsoda, vagy mit hiszünk, hogy nekünk mi a biztonság, mit hiszünk, hogy bennünk, hogy miért körülöttünk van a biztonság. Miért hiszük ezt, hogy a biztonság nem velünk együtt van, és bennünk van, hanem körülöttünk, és mások adják meg. Szóval tényleg én nekem például ez nagy képességem, hogy én nagyon tudok csintalan lenni, az, hogy nagyon őszintén tudok önmagam lenni, hogy sebezhető vagyok, hogy merek kérni és kérdezni. Különben nem lennék itt, hogyha nem mertem volna kérni, kérdezni, szólni a Reninek, hogy figyelj, gáz van, tudsz-e valakit, vagy vissza tudok-e jönni, valami. És ezt megtettem. Amúgy lábjegyzet, amit elfelejtettem múltkor elmondani, képzeljétek el, hogy annyira kicsi a világ, hogy a Reninél volt 3 évvel ezelőtt, 4 évvel ezelőtt az Adorján barátom, aki ugye körbe biciklizte a világot 4 év alatt, és nála szállt meg, és így ott láttam az Adorjának a könyvét, a mosolyalbumot, meg közös képeket a Renivel, hogy mennyire vicces, mennyire kicsi a világ, szóval így nagyon durva, tényleg. Ja, igen, tök érdekes, hogy ezek ilyen, tényleg ez a minden az ellenkezőjének, aminek látszik, hogy jönnek-mennek az emberek az életünkben. És nem szabad, hogy egyhez is úgy ragaszkodj el, és most nem az elköteleződésről van szó, hogy ne köteleződj el senkihez, meg magadhoz köteleződj el, és ahhoz, ami neked jó, és legyél hajlandó mindenkit elveszíteni, mert ha akarnak, akkor jönnek, ha nem, akkor meg magaddal ne basszál ki azért, mert ő nem akar változni, vagy nem akar jönni, vagy nem akar fizetni.
ne azért legyél csóró és árazd le magad, mert ő nem fizet. És igen. Figyeljétek jobban az éberségeteket ti is. Na megnézem, hogy valami, amit még nem mondtam el esetleg, de eszembe jutott. De nem szabad ragaszkodni, igen, ahhoz, hogy azok az emberek, akik most mellettünk vannak, biztos, hogy mellettünk lesznek. És itt, amikor azt mondják, hogy hajlandónak kellene elveszíteni mindenkit, itt a legtöbb ember arra gondol, hogy jó, valamilyen Facebook ismerőst, akivel 10 éve nem is beszéltem. Persze, hogy hajlandó vagyok elveszíteni mindenkit. Ugye soha nem így néz ki. Nem azokat kell elveszíteni, akit amúgy is leszarsz, és rá se írsz, csak max a szülőnapjára, hogy boldog szülőnapod, de amúgy nem kérdezed meg, hogy hogy van. Hanem azó, általában ilyenkor mindig azok jelennek meg, és ott, hogy fogalmazzam meg ezt, hogy ez ne ilyen furán hangozzon, ott tesz próbára az élet, ahol te a legjobban ragaszkodsz. Apukád, anyukád, testvéred, a legjobb barátnőd, akit azt hittél, hogy ő a legjobb barátnőd, stb. 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 Szóval, hogy ott, ahol a legjobban ragaszkodsz, ott hajlandó vagy azokat akár elveszíteni, és itt nem azt jelenti, hogy meghalnak feltétlenül, hanem hogy többet nem kapcsolódtok. Ezeket nézzétek meg, mert ezek szerintem nagyon, nagyon klasszak, tényleg. Na, elmozdulás van, gyerekek. Elmozdulás. Mozog a világ, mozog minden. Még egy dolgot akartam mondani, nagyon izgi, és bennem feljött, hogy, és ez is a képességemhez, hogy tök jó képességem van másokat promótálni, mert azt nem érzi az ember cikinek. Az nem olyan, hogy én most akkor itt felszopom magamat, és hogy gyertek hozzám, mert én vagyok a legjobb, meg izé, és akkor vá. És hogy milyen izgi ez is, hogy hol el van rejtve az emberekbe belül, hogy te a saját vállalkozásodról nem illik promózni, saját programjaid, szégyeld magad, hogyha magadat ajánlod. De a másokat, akkor fasz a gyerek vagy. És hogy el van bennünk rejtve ez, hogy hát nem szabad ám a saját programomat eladni, meg azt ajánlatni. És mostanában azt csináltam, hogy helyettesítek órákat, mindig elmondom a végén. És ez sem olyan, hogy ez majd így magától könnyed lesz, hanem kialakítasz ott egy izomzatot, és azon jársz, és gyakorolod. És elkezded. És az elején azt mondod, hogy ez nagyon cinkol, basszán. Aztán legközelebb így még mindig ezt érzed, hogy ez nagyon kényelmetlen, ó, basszus. Aztán már utána, most már például úgy mondom el tényleg, hogy gyerekek, ha valaki akarja hallgatni a szövegelésemet, vagy akar valami kapcsolódást a más programomra, vagy akármi, akkor a Kalandor Királynő csoport, a Kalandor Királynő YouTube, és ott tudtok hallgatni. És az, hogy ezt elmondom, teremt. Az, ha ezt nem mondom el, nem teremt. Ha ezt jól akarom mondani, ezt a mondást, ha visszatartod az információt a potens emberektől, a programjaidról, vagy én a programjaimról visszatartom az információt tőletek, és titkolom előletek, és nem mondom el, hogy ti visszatartjátok a pénzeteket tőlem, és nem adjátok oda. Szóval, hogy ez kurva jó, ezt nem is tudom, kinél olvastam az Instagramon, hogy bocsánat, hogy nem mondom, nem hivatkozok, mert ez, várjál, de tudom, Pikreától olvastam, igen. Nem tudom, nála volt kiratva. Szóval, hogy így ez hatalmas szerintem. És ez úgy bennem van, hogy azóta tényleg így mondom. Úgyhogy most is el fogom mondani, hogy ugye tegnap este elmaradt, ezért áttettem vasárnap estére a Kerülj ki a rosszasságodból örömmel masterclass-t, ahol ezek ilyen dolgokról fogunk beszélni, meg hozzátok ti a saját cuccotokat, hogy csinálunk rá elengedéseket, tisztításokat, beszélünk róla, helyre rakjuk minden. Hozok kérdéseket rá, meg tényleg így megkönnyebbülünk. A jövő hét szerdán lesz ugye az elengedés est, ami ugyanez a Kerülj ki a rosszaságodból sorozatnak a masterclasshoz tartozó elengedés, ahol meg csak elengedéseket fogunk csinálni ezekre, hogy hol, hányszor hitted azt, hogy mondjuk csintalanak lenni rossz, vagy bűnös, hányszor gondoltad, hogy te vagy a hülye, miközben akár mások a furák amúgy. És azt vegyétek észre, hogy a világ 70%-a bolond. És itt nem a pozitív bolond, vagy az X-Men, vagy az ilyenről beszélek, hanem hogy furák. És azért, mert te
csodabogár vagy, és te azt gondolod, hogy de basszus, ha nekem kéne azonosulnom az emberekhez, mert hát ők vannak többen, de ez nem azt jelenti, hogy ők gondolkodnak rendesen, vagy normálisan, vagy ők az okék és a királyok. Én nagyon sokszor gondolkodtam azon, hogy öngyilkos leszek őszintén, még mielőtt így ezekkel a tudatosság eszközökkel akár találkoztam volna, mert úgy voltam, hogy én kurvára unatkozok. Hát itt mindenki hülye, most bocsássatok meg, hogy így fejezem ki, hogy így általánosítok, mert senki ne vegye magára, de hogy a többség totál sötét, vagy érzelmi intelligencia szinten, vagy intelligencia szinten, vagy, tehát hogy nincs képben, és néha azt gondolom, hogy az Istenben nem felejtesz el levegőt venni, hogy vagy ennyire sötét, hogy élted túl eddig. És hogy ilyen emberek között éljek még 40 éve, ne vicceljünk már, nem, de aztán mindig rájövök, hogy dehogy leszek én öngyilkos, még annyi dolgot nem csináltam, majd annyi helyet kell megnéznem, meg járnom, meg még átadnom, meg minden, dehogy is, hülyék miatt. Szóval ezt tényleg így félig poénból mondom, félig meg úgy nyilván van igazságtartalma is, de hogy így ne gondoljátok, hogy ezért már a többség, tehát többen vannak a birkák, azért ők gondolkodnak helyesen, szóval hogy ez nem igaz. Na, igen, és akkor vannak amúgy ajándékprogramjaim is, ugye ez az üdvözöld az érzést, ez majd jövő héten csütörtökön, pénteken folytatódik, azt hiszem, nézzétek meg az eseményt, akkor lesz a Kefalónia edzőtáborom szeptember 16-23-ig. Mit akartam még mondani? Ja igen, hívjatok meg minél több embert ide a YouTube-ra is, meg a Facebook-ra is, osszátok orba szájba ezeket a videókat nyugodtan, olyan embereket hívjatok, akiknek releváns ez a csoport, vagy az én szövegem, vagy az én stílusom, vagy bármi, nyugodtan hívjatok meg, hogy legyünk minél többen, mert én szeretném azt átadni az embereknek, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy tényleg. Nyilván van hova fejlődni, tehát én is a reakciómon dolgozok, de hogy jók vagyunk, nem vagyunk annyira elcseszett barmok, és hogy azért, mert elhittük, hogy a 70% marhához kell hasonlítani, és felvettük a viselkedési stílusukat, meg az életstílusukat, ez nem azt jelenti, hogy nekik van igazuk. Szóval, hogy így tényleg hívjatok meg minél több embert, meg osszátok, kérlek, és megnézem, hogy milyen programok vannak még. De a hét, igen, jaj, elengedés, ez, ja igen, lesz még ilyen mentorálás nap, de azt jelenti, hogy ugye fél órát ingyen beszélgethetsz velem, ajándék igazából, de ugye ennek az a kimenetele, tehát olyan emberek jelentkezzetek, akik akarnak magukon dolgozni, és ezért hajlandóak fizetni is, mert hogy ugye beszélgetünk, és ez a fél óra ajándék, de utána, ha úgy érezzük mindketten, akkor ajánlatot teszek, és akkor hosszú távon tudunk együtt dolgozni, akár egy hónapba, vagy három hónapba. Tehát, hogy ennek az a lényege, hogy jobban megismerjük, hogy most ugye ezt ki kell tölteni egy szörvét, hogy mi az, amivel foglalkozol, vagy nem az, mi az, amivel foglalkozol, hanem mi az, amit foglalkoztat, meg ugye tudsz a Calendly-n hozzám időpontot foglalni. Nyilván, ha nem érezzük a kémiát csekket, akkor beszélgettünk fél órát, és ezzel nincsen semmi, és kész. És itt, ha nemet mondasz, tehát én ezt is szeretném, ha bármire igent mondasz, vagy bármire nemet mondasz, akkor nem foglak utálni, és nem az van, hogy akkor letiltalak, meg akkor rohadjál meg ott, ahol vagy, mert nem fizetsz nekem, de hogy válasszátok magatokat, és én is olyan emberekkel akarok dolgozni, akikre nem én lenyomtam a torkodónak, kurva jól meggyőztelek, hogy akkor most fizessél nekem, de amúgy meg neked utána rájössz, hogy csak miattam voltál lelkes, és amúgy meg nem akarsz magadon dolgozni, mert az mindkettőnknek fárasztó, és mindkettőnknek gyáz. Az senkinek nem sikerélmény. Szóval, hogy én azokat keresem, akik hajlandóak fizetni magukért, mert itt nem nekem fizetsz, hanem magadért fizetsz. Nem tőlem várják el, én majd akkor befizetted a pénzt, és akkor majd én megváltalak téged, mert ebben neked van a legnagyobb munkád. És akik tényleg hajlandóak tehát úgy változni, meg választani. És lesz kettő kezelő nap, amikor el tudtok jönni hozzám bárszra, a faceliftre, durva testkezelésekre, minden, és személyesekkel találkozunk. Meg még lesznek ilyen kis mindenfélék, és ami még ajándék, az lesz telihold, meg most szerdán reggel lesz kiterjedés gyakorlat, arra fel tudtok iratkozni, ugye fent van az esemény is, és a Google Formon kell feliratkozni, meg lesz majd a 31-én megint telihold elengedéses. Úgyhogy mindenre várlak titeket,
ha valaki nagy X-Mennek érzi magát, akkor most hétvégén lesz kétnapos X-Men tanfolyam. Rachel O'Brien-nel online is lehet rajta részt venni, Adri fogja fordítani, szóval minden nagyon fasza. És köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és hogy kiventilálhattam magamat, és remélem magatokkal visztek valamit. Nekem mindig nagyon sokat jelent, ha visszajeleztek, meg ha írtok, hogy mit visztek magatokkal a beszédemből, és tudom, hogy sokat káromkodok, de egyszerűen én azt érzem, hogy csak kimondom azt, ami kimondatlanul itt van a világban, és megtanultuk, hogy nem szabad kimondani, meg akkor én nem vagyok nőies, ha így beszélek, nem akkor alpári vagyok, akkor leszek alpári, ha vágom, akkor azt is bevállom, hogy én vagyok az alpári. De hogy muszáj néha az elmére keményen hatni, és amikor valaki kimond egy csúnya szót, én azt veszem észre, hogy akkor így észbe kap az elme, és akkor ott megáll, nem gondolkodik, figyel, mert hogy valami olyat hallott, amit amúgy nem illik. Szóval, hogy tényleg így, és a Sziget Fesztiválon lesz előadásunk az Adrival, ezt majd elfelejtettem, úristen, 14-én hétfőn, reggel, 11-kor. Life is easy and joyful, azt hiszem, ugye? Igen. Úgyhogy bármi van, bárhol találkozunk, gyertek, és köszönjük, hogy itt voltatok, puszi nektek, szép napot, és megkóstoltam az eszkágót, tegnap meg a békacombot, meg felvettem a zabálós videót. Sziasztok!